A BÁL egyrésztről elismerés a vállalkozóknak, akiknek tevékenysége példaértékű lehet mások számára, hiszen alapvető szerepet töltenek be a gazdasági életben, és ők azok, akik munkahelyet teremtenek. Másrésztről kiemelt odafigyelés a szektorban tevékenykedőkre. A BÁL nagyszerű alkalom arra, hogy még jobban megismerjük egymást és elmélyítsük kapcsolatainkat. Fontosnak tartjuk a szövetségben, hogy a vállalkozók között erősítsük az összetartozás érzését, és egy ünnepélyes esemény keretében a megbecsülésünket fejezzük ki irántuk. Az eseményen jelen volt Lázár János országgyűlési képviselő is, aki szintén köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, úgy véli, hogy ma Magyarország számára a legfontosabb szövetségesek az adófizető vállalkozók, akik gondoskodnak saját magukról, nem igénylik, nem követelik az állam folyamatos segítségét, és képesek lassan 5 millió munkavállaló eltartására. Makó egy sikeres város, és ennek alapját a helyi vállalkozók adják. Én azt kívánom, hogy 10 esztendő múlva olyan országban éljünk, ahol nem azok a legsikeresebb politikusok, akik a legirigyebb emberek, hanem a népszerűségnek, az elismertségnek és a megbecsültségnek a siker legyen a fokmérője. A siker, a gyarapodás megszervezési képessége, az előrejutás képessége, azok legyenek a példaképek Magyarországon, akik a legsikeresebb emberek, például a legsikeresebb vállalkozók, és ne azok, akik a legirigyebbek, kistíjölőek, pitiánerek, és csak arra építik a politikájukat, hogy másoktól elvegyenek valamit. Azt kívánom magunknak, hogy 10 év múlva Makó városában és Magyarországon a vállalkozók legyenek a példaképei annak a társadalomnak, amelyben élünk. A rendezvényen a hagyományokhoz híven átadásra került a Best of Makó díj, melyet 3 kategóriában ítéltek oda, valamint az év vállalkozójának járó elismerés és az életműdíj. Előbbit Kisbodi Gábornak, a Hangiker Kft. Társ tulajdonosának ítélték, még utóbbit pedig Puszta Sándor, a Puszta Solar, Pusztatel Kft. És a Bástya Hotel tulajdonosa kapta. A díjazottak a készített interjúinkat holnap esti híradónkban láthatják.